Más szerkezetkész a vasbeton leeresztő műtárgy, ami az átengedhető vízmennyiségét szabályozza majd. Épül a 421 méter hosszú, 8 méter magas völgyzárógát, valamint az állandó vízfelületű tó mellett húzódó oldaltöltés és az Aranypatak új medre is Dozmaton. Tavaly decemberben kezdődtek a víztározó kivitelezési munkái. Dozmati tározó komplexan olyan 60%-os készültségi fokon áll. A völgyzárógát földmunkája durván 46 ezer köbméternyi kötött anyag beépítését foglalja magában, ebből jelenleg olyan 40 ezer köbméter került beépítésre. A nagyszülői ház az északi sarkánál bizony alá is mosódott. Az 1965-ös szombathelyi árvíz után fogalmazódott meg az igény a térséget védő árvízi tározók építésére, idézte fel Hende Csaba országgyűlési képviselő. 2010-ben a Gyöngyös műcsatornán elkészült a Lukácsházi létesítmény, 2015-ben pedig a Modern Városok program egyik első elemeként megállapodás született a Dozmati beruházásról is. Ezzel a most épülő és remélhetően egy-két hónapon belül elkészülő Dozmati víztározóval teljessé válik Szombathely védelme, árvízvédelme. Ez óriási nagy eredmény. Közel 80-an vettek részt azon a helyszínbejáráson, amelyet a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szervezett szerdán az érdeklődők számára. Egy önműködő létesítmény, ezt tudja szabályozni majd az igazgatóság védelmi időszakban. Ezen kívül a mezőgazdasági művelés továbbra is folyhat a területen. A többnapos intenzív eső után kialakuló villámárvizek valós veszélyt jelentenek ma is. A 44 hektáros tározótér több mint 1 milliárd köbméter vizet lesz képes befogadni. Hogyha az Aranypatak vízhozama 25 köbméter fölé kerül, akkor működésbe lép a tározó, mert az alatta lévő meder, Sétorony és Szombathely területén körülbelül ilyen vízhozamot tud kiöntésmentesen levezetni. Tehát az ennél nagyobb vízhozamokat a vízszintszabályozó műtár nem engedi tovább. A beruházás révén javul a szombathelyi csónakázótó vízpótlása és vízminősége. A Dozmaton létrejövő 7 hektáros tó pedig a térség új látványosságává és gazdag vizes élőhelyé válhat a jövőben.